amikor egy-egy rendezvényre, településekre, falvakba elmegyek, akkor mindig le lehet szűrni azt, hogy mennyien is vesznek részt egy programon. Ha sokan a falu apraja nagyja érzi úgy, hogy részt vesz egy-egy települési programon, az azt jelenti, hogy jó a falu közössége. És azt látom, hogy Esence falu apraja nagyja itt van most, település nagyon sokan, polgármester úr szerint legalább a falu fele itt van, és ez azt jelenti, hogy egy kiváló közösség épült az elmúlt években itt Lesence faluban. A programokon itt vannak a kicsik, az idősebbek, meg a régebb óta fiatalok egyaránt, és mind-mind megtalálja, mindenki megtalálja a számára megfelelő programot és a lehetőséget, és én azt látom, hogy ettől lesz jó egy falunak, ekkor lesz igazán olyan program, amit mindenki magáénak érez. A jó bortól táncol a sok cigány. Köszönöm szépen a képviselő úrnak a szavait. Én annyit el kell mondani képviselő úrnak, hogy ő nélküle, de ökölezőleg az a sok pályázat nem jöhetett volna létre. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki. Most is szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy ezeket a pályázatokat meg tudjuk csinálni. Tehát gyakorlatilag pályázatokat megnyertük, a kivitelezések vannak még hátra, amit az előbb a megnyitón mondtam, az körülbelül augusztus 1-ével fognak megkezdődni, amivel kértem a lakosságnak a türelmét, hogy ha fel lesz megbontva az utak, tehát gyakorlatilag autógépek mozognak itt, tehát kis türelmet fogok kérni, és úgy érzem, hogy a település szebbé fog lenni, és úgy szeretném, hogy élhetőbb legyen a településünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és mindenkinek jó szórakozást kívánok!